1500-ban és 1501-ben az országgyűlésen már a köznemességnek a szóvivője, itt bontakozik ki és mutatkozik meg az ő kiváló szónoki képessége, és talán a politikai, legnagyobb politikai sikere az az 1505-ös Rákosi végzés, amikor sikerül az országgyűléssel ezt az 1498-as törvényjavaslatot törvénybe foglaltatni, hogy, ugye ezt pedig elmúlt alkalommal is beszéltem róla, jövő alkalommal is fogok még, tehát hogy a magyar, tehát amennyiben az uralkodónak nem lenne fiútóda, akkor magyar királyt fognak választani. Történelem emberközelben, ezzel a címmel indított előadás sorozatot Sümegi József, a bátaszéki II. Géza gimnázium igazgatója néhány évvel ezelőtt, amely már olyan nagy népszerűségnek örvend a településen, hogy az érdeklődőkkel megtelt az iskola előadóterme. A szakember a magyar történelem jelentős alakjait és eseményeit mutatja be közérthető módon, miközben beszámol a történész szakma friss kutatási eredményeiről is. A 31. előadáson az érdeklődők Verbőci István a magyar jogfejlődésért tett erőfeszítéseiről hallgathatott meg egy érdekes beszámolót. Ez az előadás sorozat jó pár évvel ezelőtt azzal a szándékkal indult, hogy azt a tudást, amelyet a magyar történelemről, vagy amelyel jelen pillanatban én rendelkezem, azt próbáljam átadni azoknak az embereknek, akik érdeklődnek a múlt iránt. Ezért is adtam neki azt a sorozat címet, hogy Történelem ember közelben. Nyilván ebben benne van az is, hogy megmutatom a szakmának, a történész szakmának a legújabb eredményeit, ugyanakkor az embereknek az emlékeiben, iskolai emlékeiben élő történelemképet is próbálom egy picit árnyalni. A magyar történelemben, ugye említette, hogy ez már a 31. előadás, tehát a történelemben kronológiailag most a Jagelló korhoz érkeztem. Ennek az idei 4 részből álló előadásnak a 3. előadása már. Az első előadásban a Jagelló kornak az általános jellemzőiről beszéltem, azokról az új vonásokról, amelyeket a legújabb kutatás hozott. Aztán összefoglaltam a Dózsa-paraszt háborúról szóló, tehát a Dózsa-paraszt háborúnak az esemény történetét, és ez a 3. előadás, ez most a magyar jogfejlődés, hiszen 1514-ben pontosan a Dózsa-paraszt háború leverését követően fogadták el a tripartitumot, tehát nyilván ez tematikailag ide illik, és van még egy előadás, amely majd II. Lajosról és a Mohácsi csata előzményeiről fog szólni. Sümegi József mindig készül valamilyen újdonsággal, valamilyen érdekességgel előadásaira. Most sem volt ez másként. Elárulta, hogy Verbőcin bárói rangját, pozícióját és mindazt, amit elért, egy Tolna megyei családnak köszönheti. Ez pedig a Szobi család, hiszen a felesége Szobi Mihálynak az egyetlen leánya volt, így megörökölte ezt a vagyont. Viszont Szobi Mihálynak a nagybátyja viszont László bátai apát volt, aki 40 éven keresztül volt egy prominens apátságnak az élén, ahova királyok jártak, tehát nyilván ezzel a háttértámogatás megvolt ahhoz, hogy maga a Szobi család is fölemelkedjen és bárói rangra jusson, és hát Verbőci nekik köszönheti az egész pályafutását és politikai karrierjét. Szobi János bátai apát felfigyelt a tehetséges kúriai jegyzőre, Verbőcire, és felkarolta. Így lett Szobi Mihály jegyzője, aki fiának tekintette és hozzáadta a lányát is. Így lett Verbőcinek vagyona. Vagyis a szerencséjének és tehetségének köszönheti, hogy egy egyszeri levéltáró munkatársból királyi ítélőmester és befolyásos ember vált. Az ő elévülhetetlen érdeme az, hogy egy jogi szóbeliségen alapuló rendszert, amely már valóban olyan problémákkal küzdött, amit nagyon nehéz volt kezelni, jogértelmezés és a joggyakorlat szempontjából is, azt ő írásba foglalta. Tehát úgy, ahogyan minden korszaknak nagyon fontos az, hogy legyenek leírt jogszabálygyűjteményei, ezt tette meg Verbőci, ezt foglalta össze, nagyon nagy szakmai hozzáértéssel, és hát ugye jól tudjuk azt, hogy tulajdonképpen ez 1848-ig irányadó jogkönyve volt az egész magyar államnak. Ugye a Jagelló korban két nagyon erőteljes irányzat alakult ki, a bárói és a köznemesi irányzat. Ő ennek az egyik prominens alakja volt, és én úgy gondolom, hogy amit talán a hallgatók is jól ismernek, a Rákosi végzés 1505-ben, hogy csak magyar királyt fognak Ulászló halálában után választani, az tulajdonképpen Verbőcinek a nevéhez kötődik, mert az alapgondolat is tőle jött, és ez az egyik legnagyobb politikai sikere volt, hogy ezt sikerült elérnie.
Az előadáson azt is megtudhatták, hogy bár a latinul, ógörögül és németül beszélő, teológiához is értő Verbőci nevét semmelyik egyetemnél nem találták meg, bizonyára ettől függetlenül volt felsőfokú végzettsége. Vagyis az semmi sem bizonyítja, hogy Budára majd valamelyik itáliai egyetemre járt volna, mint ahogy a könyvek említik. Sümegi József arról is szólt tett, hogy később, 1527-ben Szapolyai János királyjá választásakor kancellárjává és tanácsosává tette Verbőcit. Verbőci István egyébként 1541-ben halt meg, 83 évesen, feltételezhetően úgy, hogy a Szulajmán megmérgeztette.